Szai Dániel szerint Magyarország összekötő szerepet is betöltet a két térség között, amelyre ráerősült a jegybanki konferencia is. Magyarország egyfajta szerepet a kelet és nyugat között, mert egy kiváló lehetőséget ad a 16+1-es együttműködés, amelynek a keretében Kína nyitott a közép-kelet-európai régióban lévő 16 ország felé, ezáltal 11 európai ország és az Európai Unió kívüli ország.